Makarai Szent Ferenc remetét a középkor, mint csodatévő remetét őrizte meg. Nyilván nem szó szerint kell érteni, hogy halottat támasztott fel, vizet fakasztott a sziklából, hitével hegyeket mozgatott el, de személyisége olyan erős hatással volt az emberekre, hogy a bűnből feltámadtak, lelkükben élő víz fakadt, és az üdvösségük útjában álló akadályok elmozdultak. Paulai Szent Ferenc késői egyetlen gyermeke volt a szüleinek. Sokáig imádkoztak gyermekáldásért. Eszünkbe juthat Sámuel próféta, Sámson a bíra és keresztelő Szent János. Azt hiszi, Szent Ferenc közbeni járását is kérték, és amikor megszületett, Ferencek nevezték el a kisfiút. Azt ígérték, hogy egy évig ferences ruhában fogják járatni. A fiú ennél sokkal nagylelkűbb és radikálisabb lett. Különleges gyermek volt, mint egy az Isten újszövetségi nazírja. Egy Assisiben tett zarándokút hatására elhatározta, hogy remete lesz. 15 évesen elvonult a dél-itáliai családi birtokon lévő barlangba remete életet élni. Egyre több ember kereste fel őt, mert híre ment a lélekben látó és gyógyító képességének. Idővel tanítványok csatlakoztak hozzá. Ezért kolostort és templomot épített. 1452-ben a paulai érsek hozzájárulásával megalapította a Szent Ferencet követő legkisebb testvérek rendjét. Következetesen elhárított, hogy pappá szenteljék. Talán így a karizmája radikálisabb megélésével tudott rámutatni arra, hogy mi hiányzik a világi papság életéből. Mindemellett mindig alázatosan fogadta a papok bűnfeloldozó és eukarisztikus szolgálatát. A bűt és az ima határozta meg életüket. Az önmagával szemben nagyon szigorú Ferenc atyai szeretettel viselkedett társai gyengeségei iránt. Példát mutatott az aszkézisben, de nem várt el ugyanezt mindenkitől. Rendje Európa több országában letelepedhetett. Érdemes kicsit utána járni annak a különleges lelki erőnek, amelyet a szent remeték birtokolnak. Bartóktól és más művészektől is halljuk, csak tiszta forrásból. Ezt nyújtja nekünk az evangélium is, ha valóban tiszta forrás marad számunkra. Azonban mindenki a saját személyiségének a szűrőjén keresztül engedi át az evangélium üzenetét, mindenkiben van egy korlátozottság, hiúság, önzés, sértődékenység, féltékenység, becsvágy, amely képes hosszasan akadályozni a teljesebb megértést. Ezért is fontos, hogy az egyház legyen a tanítónk, és mi tanulékonyan éljünk benne. Csak hogy sok embernél az egyháztudat is sérül. A remete egy alapvető megtisztulásra vágyik. Elszakad a világtól, hogy csak Istennel legyen. Természetesen hamarosan a sátán zavaró tevékenységével is találkozni fog, de ez is egy fontos, szükséges tapasztalat. Ezt is fel kell ismerni. Az aszkézist egy időben a középkorhoz tartozó szélsőségnek tekintették. Az aszkézis ellenesség aztán létrehozta korunk keresztény eretnekségét, amely így szól, érezd jól magad, minden áron. Nem a teremtés szolgálata és a felebaráti szeretet megkívánta feladatvégzés került a központba, hanem az egyéni kényelem és a vallási kellem keresése. A vallás lényege a mentál higién és öngondozás lett. Pedig az aszkézist megkívánja a szülői hivatás és a gyülekezeti élet egyaránt. Természetesen nem az aszkézis maga a lényeg, hanem az a hatás, amelyet kivált, tisztábban lát a lélek, háttérbe húzódik az önzés, és hűségesebb lesz a felebaráti szeretet. Tekintettel leszünk másokra, és képesekké válunk megosztani javainkat. Sok férfi elhagyja családját és elindul boldognak lenni, mert ahhoz joga van. Így érvelnek a hivatásukat elhagyó papok is. Pedig a házastársának, a gyermekeinek, a családjának
és az egyházi közösségnek van joga az ő szolgálatukra. Évtizedek óta mondjuk, ha a nyugati jóléti világ nem talál rá a maga észszerű önkorlátozására és az aszkézis útjára, akkor a partalanná váló bűn pusztítására teszi ki magát. Paulai Szent Ferenc 1507-ben 81 évesen halt meg, és az egyház már alig egy évtized múlva szenté, azaz példaképpé avatta őt. Szentünk nem a sötét középkornak, hanem egy világos új korszaknak az egyik irányadó prófétája.